A korábbi sikertelen próbálkozások után most először sikerült DNS mintát venni Szent László király koponya erekjéjéből. A Magyarságkutató Intézet kutatócsoportja megállapította, hogy a lovak király génállománya jóval nagyobb arányban ázsiai, mint a későbbi királyoké. A Magyarságkutató Intézet kutatócsoportja speciális roncsolásmentes eljárással a foggyökérből vonta ki a DNS mintát Szent László koponya maradványából. A vizsgálattal nem csak az erekje eredetiségéről tudtak meggyőződni a kutatók, de a kinyert genetikai örökítő anyag azt is bebizonyította, hogy a vizsgált egyén az Árpádház egyenes ági férfi tagja. Az Y-kromoszómája teljesen megegyezik harmadik Bélával, tehát árpádházi koponyát őriznek a Hermában, és azzal, hogy a teljes örökítőanyagot is le tudtuk olvasni, a pontos rokonsági fokát is meg tudtuk egymástól állapítani. Az elemzések azt is kimutatták, hogy a lovak király genomja jóval magasabb keleti, ázsiai örökséget tartalmaz, mint európait. Úgy látunk, hogy keletibb a génállománya, és méghozzá nem csak azt, hogy keletibb a génállománya harmadik Bélához képest, hanem nemrég publikáltuk a honfoglaló vagy honalapító magyarság kor népességének a genom összetételét, és ez a keleti rész, ez egyértelműen a honfoglaló magyarsággal mutat rokonságot. Ez a felfedezés alátámasztja a Turul nemzetség és a Magyar Honalapítóház közös származását, és cáfolja azt az elméletet, miszerint az Árpádház idegen származású uralkodó család lett volna, akit külső hatalom ültetett a magyar trónra. Ami most történt a legújabb kutatás kapcsán, ez valójában egy csoda. A Győri Hittudományi Főiskola rektora az Agendának arról beszélt, hányatatott történelmi út vezetett addig, hogy bebizonyosodjon, Szent László koponyáját őrzi a győri Herma. Ez nagyon fontos, hogy egy vallásos ember ne csak egy műtárgyat lásson maga előtt, hanem tudatosuljon benne az, hogy a szentek ma is közöttünk élnek, és a szenteknek a sok száz éves életpéldája hatásként itt van jelen. A Magyarságkutató Intézet felfedezése nyomán Szent László lett az első szent a világon, akinek személyazonosságát archeogenetikai vizsgálatokkal is megerősítették.